2019-ben jelentős, akár 10%-os. Filmvetítéssel kezdődött a kórház ünnepsége a színházban. A képsorok összefoglalják az elért eredményeket, de a videó a nehézségekről is szót ejt. Nagy problémát jelent például a szakdolgozói hiány és a beszállítók egyre növekvő bérigénye. A megyei kórházban azonban mindettől függetlenül nap mint nap áldozatos munka folyik. A Semmelweis napon épp ezt az elhivatott munkát díjazzák évről évre, ez az egészségügyben dolgozók ünnepe, amikor is elismerik és megköszönik az évtizedes munkát. Az életműdíj pedig annak szól, aki az életének a jelentős vagy egész részét az intézményben, az intézményért, az intézményben lévő betegekért, a saját szakmájának, tudományának előrehaladásáért tett. A tavaly alapított Petz Lajos életműdíjat idén Rácz István tudományos igazgatóhelyettes, a gastroenterológiai osztályvezető főorvos kapta. A professzort egyébként a város 2017-ben díszpolgárrá választotta. A hagyományokhoz híven idén is a díjazott méltatta Semmelweis Ignác munkásságát. Az utókor hálás. Számtalan szobra van a hazánkban, külföldön is. Azon kívül 1969-ben az Orvos Egyetem Budapesten felvette a nevét, így aztán számtalan külföldön és hazánkban, külföldre került és itt végzett orvostanhallgató, később orvos hirdeti a legnagyobb magyar orvos nevét. Azon kívül például Tokióban is szobrot avattak, és itt az alkalom, hogy minden évben egyszer megemlékezzük róla, és ezt a porszemnyi lehetőséget, hogy magam is szólhattam róla kitüntetés kapcsán. Nagyon köszönöm. Az ünnepségen a kórház főigazgatója megköszönte a segítséget a támogatóknak is. A Petz Aladár Kórházért díjat idén a kórházban egyébként 41 éven át dolgozó Somogyi Tivadar alpolgármester, Simon Robert Balázs országgyűlési képviselő, Földesi Péter a Széchenyi István Egyetem rektora és Németh Zoltán a megyei közgyűlés elnöke kapta meg az intézménytől. A Petz Aladár Kórházért díj kifejezetten azoknak szól, azoknak a társi intézmények, önkormányzatok, politikai vezetők, akik nagyon sokat tettek a kórházért, és nem tudjuk eléggé meghálálni ezt a tevékenységet, amivel hozzájárulunk az a fejlődéshez, amit most csak egy év alatt tudtunk bemutatni. A Semmelweis napon gazdára talált a Nyári László nívódíj is. A rangos szakmai elismerést idén is két orvos és egy ápoló kapta. A hagyományokhoz híven átadták a Patkós Imre emlékérmet és oklevelet, és a Méhes Károly publikációs díjat. Tamás László János főigazgató pedig az ünnepségen adta át a kinevezéseket és a kiváló munkatársi kitüntetéseket is.